Megérkezett Lampi Ágnes, a Szabad Európa újságírója. Szervusz, jó estét, Pindrok Tamás, Alapjogokért Központ munkatársa. Jó estét kívánok! Ha már az árvízvédelemnél tartottunk, Karácsony Gergely azt mondta, nem fogunk kivágni sok száz éves platánokat azért, hogy Fidesz közeli ingatlan tulajdonosok telek értékét növeljük, hanem a királyok, ugye ez a római parti védekezésre. Vagyis tulajdonképpen, hát hogy mondjam, elöntéssel fenyegetett meg ott egy csomó több száz lakást. Miért változott meg 5 évvel ezelőtthöz képest a Duna megítélése Karácsony Gergely programjában, Tamás? Én soha nem értettem azt, hogy politikusok, felelős politikusok szavazókat miért sértegetnek. Tehát ezt nem tudom, Ágnes, neked mi erről a véleményed, de hogy fideszes embereket megsegíteni, hát ez ugyanolyan szavazó, ugyanolyan magyar állampolgár, ugyanolyan budapesti, mint a többiek. Hát, és ott, hogyha mondjuk levonul az árvíz, ahogy januárban láttuk, ott azért egészségügyi problémák is lehetnek. Szennyvíz, stb. Mint a Zsolt is. Nem csak az ott lakók mennek a római partra, tudjuk, budapestiek vagyunk, azért szerintem mindnyájan megyünk oda. Tehát ott a környezetben, a szomszédban élők is oda járnak kirándulni, sőt Budapest más helyszínéről is. Tehát ez, hogy miért sértegeti az embereket, ez felfoghatatlan. Én hajlamos vagyok az ilyen típusú mondatokat, főleg ugye a választás... Rosszul öregedő mondatok. Na ezt akkor újra kezdem, jó, ezt a történet. Tehát, hogy hajlamos vagyok az ilyen típusú mondatokat mindig a kampánynak betudni, és a kampány, ugye azért mégiscsak kampányban vagyunk, hát minden. Az rendben, hogy a politikust minősíti az ellenfelét, meg az ellenfeleit, de az, hogy budapestieket egy főpolgármester minősítget. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a téma, ez a fakivágás, nem kivágás, ugye ez is már, én nem is tudom hanyadjára, azért hoztam ide a kampányt, mert ugye nagyon régi téma már. És az, hogy amikor ilyen kampányhelyzetekben újra és újra előkerülnek ezek az ügyek, akkor azért mondtam, hogy hajlamos vagyok mindig ezeket a témákat és ezeket a kijelentéseket kampányüzemmódban értékelni, úgyhogy én nem feltétlenül így látom, hogy itt most ez kifejezetten a szavazóknak ilyen értelme szólna, hanem egy kampány üzemmódban vagyunk, és mindenki kampányol. Most hallgattam a beszélgetéseket Vitézi Dáviddal és Dajcs Tamással, ugye itt elő voltak vendégek, hát tulajdonképpen mindenki kampányüzemmódban van, és mindenki azt ismételgeti, hogy szavazol rá, és rá, és rá, és a saját üzeneteit fölött. Hát de a szavazókat nem minősítik, nem. Tehát kormánypárti politikustól ilyet még nem hallottam, Vitézi Dávidtól sem. Tehát kizárt dolog, hogy ott, aki a római parton él, az Karácsony Gergelyre szavazna, az kizárt dolog? Tehát, hogy ott mindenki fideszes ingatlan tulajdonos, ezek szerint. Tehát ugye máskülönben is azért változott Karácsony Gergely véleménye Dunával kapcsolatban, tehát azt mondta, hogy a kihasználatlan közlekedési útvonal új hajókat ígért. Ehhez képest most éppen kitilt, vagy ki akar őket tiltani, szóval... Vannak gondok. Én nagyon, egyébként, ha már itt a fővárosi kampánynál járunk, vagy gondolom, akkor ez a téma, azért nagyon érdekesen alakul, és nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy ki mivel állhat még elő, és most hagyj hozzak be egy új mire témát. Számítasz? Igen, tudtam, hogy fölteszed ezt a spontán kérdést, és ugye sokszor beszéltek már arról, hogy Szent Király Alexandra visszalép, nem mér vissza, ugye ezt is föltettette is az előbb a kérdést Vitézi Dávidnak, aki erre ugye szokás szerint elismételte, hogy ő ezzel nem foglalkozik, és nem tudja, és én ezen gondolkoztam, hogy ez még benne lehet-e a pakliban, vagy sem. Ugye utolsó napokban vagyunk gyakorlatilag, mert hogy ez azért sokat változtathat, vagy változtathatna az álláson. Nyilván a politikusok még elmondják, hogy ők soha nem nézik a közvéleménykutatási adatokat, mert hogy választást kell nyerni, ugye ezt ismerjük. De azért mégiscsak azt látva, hogy hogyan alakulnak a számok, itt nyilván minden közvéleménykutató előhozza. Szóval elgondolkoztató, hogy ez esetleg még benne lehet a pakliban. Tehát Vitézi Dávidnak nincs hatása, vagy nem lehet hatása arra, hogy mit dönt a Szent Király Alexandra, mit dönt a Fidesz? Nem tudjuk, hogy mi lesz ebben a szituációban. Az viszont biztos, hogy hétfőtől egy teljesen más testület áll föl. Ezzel szerintem mindenki tisztában van. Most a főpolgármesteri versenyt, jelölti versenyt kivéve ebből a pakliból, egy olyan testület áll föl, ami nem nagyon volt Budapest történetében, mondjuk a rendszerváltás óta, mert hogy tényleg a közvéleménykutatások szerint ilyen három
erős alakulat lesz a közgyűlésben, tehát nem Gyurcsány Ferenc, reméljük, hogy nem Gyurcsány Ferenc fogja meghatározni a továbbiakban például a fővárosi cégek életét, mármint az ő emberei, mert hogy eddig ő határozta meg, és ugyanazt csinálta egyébként ez a nomenklatúra, mint 2002 és 2010 között az országban. Tehát csőd közelébe vitték a fővárost Karácsony Gergellyel együtt, tehát nekik menniük kell, szerintem ez egyértelmű. Ez nagy kérdés, hogy Vitézy Dávid akar-e, tud-e együttműködni a Fidesszel? Akar-e, tud-e együttműködni Magyar Péter pártjával, a Kutya párttal? Mert ezért, tehát ezerféle lehetőség van. Ezerféle lehetőség van, és ha csatlakozzak oda, amit mondtál, az szerintem se kérdés, hogy teljesen más összetételű lesz a közgyűlés, és a mostani stratégiából, mozgásokból is, és azért céloztam Szentkirály Alexandra esetleges visszalépése, nem visszalépésére, mert ez a közgyűlés összetétele szempontjából is meghatározó lehet. Ez az egyik. A másik a Magyar Péternek a megjelenése és az ő indulás tulajdonképpen, vagy hát a pártjának közindulása a fővárosban szintén biztos, hogy meghatározó lesz ebben a történetben. Stop, szerintetek kit segített Magyar Péter pártjának elindulása? Kit segített? Igen, Vitézy Dávidot? Én szerintem egyik őjük segített. Szerintem sem. Ezt nem is tudom értelmezni, ezt a kérdést olyan értelemben, mert hogy ugye itt két narratíva volt ezzel kapcsolatban, az ő indulásával kapcsolatban. Az egyik a DK-s narratíva, hogy ugye ez tulajdonképpen az ellenzék ellen irányul, és a Fidesz is próbálta ugye ebbe az irányba tolni ezt a történetet. Szerintem egyszerűen azt a lendületet vitte tovább Magyar Péter, ami neki megvolt korábban is. Az az izgalmas, hogy mi találgatunk, hogy mi lesz a felállás a közgyűlésben, de szerintem maga a párt alelnök, a Tisza párt alelnök is találgathat, hogy kik azok a politikusok, akiket feltett a listájára, mert szerintem nagyon fogalma neki sincsen, egy apró hirdetést adott föl, mert hogy az uniós lista az nagyjából fedi a budapesti listát is, tehát látjuk, hogy a Soros közeli szervezetektől jönnek az Európai Unióban, Európai Bizottságban dolgoztak sokan közülük. Hát még neki is meglepetéseket okozhatnak majd ezek az emberek, mert itt nem egy pártról beszélünk, azért szerintem ez minden választó azért lássa, az egy vabank a szituáció. Ő nincsen van mögötte párt. Hát van mögötte párt, de nem olyan értelemben van párt, mint mondjuk a Fidesz. Egy nem párt, egy szervesen nem egy DK, egy párt, mert ők ismerik egymást, tudják, hogy a másik mire gondol, tudnak együttműködni. Hát én nem tudom, hogy ezzel a Magyar Péterrel ki tud együttműködni majd. Majd kiderül természetesen, de egy vabank az egész. Ugye ez azért érdekes, amit mondasz, hogy kit ismer, meg nem ismer. Ugye ez a múltkor is felvetődött, igen, a múltkori beszélgetés alkalmából ugyanez hangzott el, és akkor is elmondtam, hogy azért azt tudás, hogy nem lehet ismerni az ő, például az EP lista, tehát akik az EP listáján rajta vannak, és ha már itt tartunk, hogy kikit ismer. Csak a múltkor is akartam mondani, csak nem volt rá alkalom, csak most kapcsolódik egy Median kutatáshoz, ez biztos láttátok ti is. Igen. Éppen megnéztem, hogy a magyaroknak több mint fele, 53%-a egyáltalán egyetlen egy jelenlegi EP képviselőt nem tud megemlíteni. Meg biztos De én nem így értettem, hogy ki ismer kit. Hát ők egymást sem ismerik. Tehát itt egy pártszerű működésre van szüksége, egy frakció működésre. Ezt én nem tudom, hogy ők nem ismerik. Hát, így nehéz azért, lesz azért. Hogy folytassam a gondolatmenetet, ami szerintem elgondolkoztató. Ugye Dajs Tamást még őt ismerik egyébként. A legtöbben, igen. A legtöbben. De utána szerintem mondjuk, nem tudom, Gák Ingát, vagy Hidvégi Balázs, vagy Őri Enikőt, vagy egyébként ellenzéki politikusokat is, gyakorlatilag volt olyan, akit effektíve senki nem ismert. De a nevét se tudtam. Bocsánat, hát itt pártlisták vannak, tehát hogy itt nem egyéni jelöltek indulnak, természetesen szerintem Európában sem ismerik a saját politikusaikat, az európai állampolgárok, hogy kikülnek a frakciókban. Persze most túloztam, sarkítottam. Ez ebből adódik, ebből a listás választásból, hogy listákra szavaznak, és nem egyéni jelöltekre. Ennek ellenére Magyar Péter pártjának lesz befolyása, minden felmérés. Azt mondta, hogy nélküle nem lehet többséget kialakítani ez a fővárosi közgyűlésben. Ami önmagában, bocsánat, hogy szabadon vágtam, de ez önmagában ez a lényeg, amit mondtál, igen, mert ezt fogja eldönteni, és ugye ő erre hivatkozik is, hogy nélküle egyik oldal, vagy egyik irányzat sem fog tudni többséget, vagy döntést. És ez egy izgalmas kérdés, mert hogy nem tudjuk, hogy ők milyen
politikai arcpolitikával rendelkeznek, milyenek, tehát, hogy liberálisok, jobboldaliak, volt jobbikosok, sorosisták, NGO-sok, fogalmuk, ez egy ilyen nagy katyfasz, és majd itt döntési pozíciókban lesznek ezek az emberek képviselőként igen, is. Igen. Tehát az Európai Unióban, a parlamentben is ki fognak derülni, hogy nagy ügyekben gender téma, migráció, háború kérdése, hát ott szavazni kell. Ki fog derülni róluk, és két év múlva nem hiszem, hogy ezen a... Tehát most a Duna árad, a Tisza nem fog. Tehát két év múlva tuti, hogy nem, mert hogy itt politizálni kell majd. Van egy politikai dinamika, meg kell felelni azoknak az embereknek egy pártszerű működésben, ugye együtt szoktunk gondolkodni nagyon sok dologról, a párt így működik azért meglátásom szerint, és úgy is szavazunk. Hogyha szétszavazgatnak, mondjuk még abban sem fognak egyetérteni, hogy melyik frakcióba üljenek be, akkor nagyon nagy gondok lesz. Hú, nagyon-nagyon sok mindent felhoztál, meg nagyon sok mindent előkerült itt. Ugye az, hogy mi lesz 2026-ban, ha csak a tendenciákat nézzük, és ezt is már nagyon sokszor sokan elmondták, hogy a tendenciákat nézve az, hogy Magyar Péter, nem tudom, 3 hónappal ezelőtt még szerintem a nevét se tudtuk, ahhoz képest most a legerősebb ellenzéki pártnak definiálható, vagy definiálja ő is egyébként saját magát. Tehát ha a tendenciákat nézzük, akkor én nem vonnék le ilyen következtetéseket 2026-ig. És az, hogy ki politizál és hogyan politizál, szóval azt elnézve, hogy az ő kampánya milyen, és ez nagyon érdekes, mert ugye érdemes összehasonlítani, hogy hogyan alakult ez a kampány, mert nagyon nem olyan lett ez a kampány sokak számára, ahogy ezt eredetileg eltervezték, és egyébként a Fidesz számára sem olyan lett ez a kampány, hiszen Magyar Péter, illetve a kegyelmi ügy után láthatóan elvesztett, ezt is sokan elmondták már, láthatóan elvesztett azt, hogy tematizálja a közbeszédet, nem volt igazán olyan erős üzenete, és aztán jött újra vissza, ugye a háború béke. Bocsánat, a Magyar Péternek milyen üzenete volt? Tehát, hogyha ezen végigmennénk, akkor egy nagyon tarka képet kapnánk erről, mert mindent, és annak az ellenkezőjét is elmondta. A Fidesz... Volt, aki azért bírálja, túlságosan közel igen, a kormány álláspontja. Az, hogy a Fidesz megzavarta, ez egy egyfókuszú kampány volt, ahogy az előzőekben is láttuk már, tehát hogy ez nem volt egy meglepő a Fidesz részéről, de az, hogy ezt végig tudta az előző hónapokban, hetekben vinni, az egy profi működést. Szerintem meglepő volt azok számára, akik a Fidesz kommunikációját nézik, hogy egyszerűen elvesztette azt a szerepet, hogy annak idején, amikor a kegyelmi ügy volt, hogy akkor nem tudta tematizálni, aztán igyekezett visszaszerezni, de most ez már egy másik kérdés. Hát ez egy mélyütés volt, igen. Igen, igen, ott volt egy időszak. Nagyon gyors, egymondatos választ. Ma délután visszavásárolta a magyar kormány a repülőteret. Milyen érzésetek van a repülőtér birtokosnak, résztulajdonosnak? Én nagyon örülök neki, ez egy elhibázott lépés volt 2005-ben. De nagyon rossz állapotban van a költségvetés. Igen, most a költségvetés, de ez egy stratégiai ágazat, tehát nagyon fontos, ugyanúgy, ahogy az energia politikai stratégia ágazat, ez is egy stratégiai ágazat, szüksége van Magyarországnak erre a reptérre. Láttuk a bevételeket, kivitték ezeket a bevételeket ebből az országból 2005 óta, a Gyurcsányi politika ide vezetett, mindent eladni aztán. Hát mindent vigyen a víz, mint hogyha a Dunán, vagy a Tiszáról beszélünk. Nehéz innen visszajönni, akkor csak egy mondatot igen ide, hogy igazából egyáltalán nem volt ez meglepő, hát Orbán Viktor már nem is tudom, nagyon-nagyon sok-sok éve mondja azt. Ő már akkor 2005-ben ellenezte, volt akkor egy vita a Gyurcsány és Orbán között, ő akkor azt mondta a Gyurcsánynak, hogy nehogy eladják, mert mi majd visszavesszük. Résztulajdonos kollégáimnak köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak. Elmegyünk egy rövid kereskedelmi szünetre, és Zugló ügyeivel folytatjuk, maradjanak itt.